am o răchimire de tot. Ui, aprobarea realități. Dar nu-mi bine lic. Tegnap kaptam a hírt, hogy beteg a kisfiam. Nagyon beteg. Talán gyógyíthatatlan. Még ez is. Meglepődtem. Már úgy szólván, alig éreztem valami fájdalmat. Eltompultam. Kiégtem. Uram, miért kell újabb és újabb vizsgák elé állítani? Miért játszol ezt a játékot velünk, porszem emberekkel? Nem kellene több terhet ránk raknunk, mint amennyit elbírunk. Tudom. Te is elmentél annak idején egészen a keresztfáig. Látod? Gyötrelmeink között hajlamos vagyok erről néha megfeledkezni. Tudom én jó. Tudom, hogy gyötrelmek, kínok és vállalás nélkül nem haladna a világ előre egy tagottat sem. Látod, gyötrelmeink között hajlamos vagyok erről megfeledkezni. Én sem az üres életet kértem tőled. Nem a tengerparti idillt, ahol mindenféle leveket szürcsölve élvezzük a bennünk lévő nagy ürességet. De azért nem kellene túlzásba vinni a dolgokhoz. Valahol lennie kell egy határnak. Azt mondod, nézzek vissza a történelembe, hányan voltak kénytelenek túlmenni ezen a határon. Tudom. Csak hogy én nem vagyok olyan erős, mint ők. Elfáradtam. Kiégtem. A munkámat ellehetetlenítetted. A barátaim elvesztettem. A felesége mit hagyott? Mi kell még? Még több kell? Még nagyobb áldozat! A fiamat akarod! Mire jó ez neked? Mondd, létezel te egyáltalán? Te jól érzed magad, mikor így a kínjaikban látsz bennünket? Uram! Bocsáss meg az előtt mondottakat. Most már csak egyet kérek tőled. Hagyd élni a fiamat. Kérlek. Könyörgök. Odaadom helyette magamat. Uram, én nem vagyok te. Én nem bírok elmenni egészen a Golgotáig. Egyedül maradtam, és te hol vagy? Elég volt! A szakadék előtt. Tegyem. Megteszem. Elég volt. Vége! Nem tehetem meg. Nem lehetek ennyire gyáva.
viszem tovább a keresztet. De mi lesz így velünk, uram? Mi lesz velünk itt lent? És veled a fönt? Uram, mutasd meg, merre vezet az út. Visszajöttél? Itt a helyen.